Önök a Zsolca TV 27. heti adását látják a UPC Ongai és Felső Zsolcai kábelhálózatán. Köszöntöm nézőinket! Műsorunkban láthatják Felső Zsolca képviselőtestületének ünnepi ülését. Tartsanak velünk! Tizenöt éve július 1-én nyilvánították várossá Felső Zsolcát. Az évfordulón idén is ünnepi ülést tartott Felső Zsolca képviselőtestülete, amelyen átadták a város kitüntető címeit és díjait. Az ülésről készült több kamerás felvételünket láthatják adásunk első felében. Tiszteltel köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket, határozott képességet megállapítom. Öt fővel határozott képes a képviselőtestület. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Szina István képviselőket szeretném megkérni. Vállalják a képviselők? Igen. Köszönöm szépen. Felső Zsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete 2012. július 1-i ünnepi testülését megnyitom. Az előterjesztett napirendi pontok szerint kettő darab napirendi pontot fogunk tárgyalni. Megemlékezés a város napjáról, a második a kitüntető cím és kitüntető díj átadásáról. Aki a napi rendeket elfogadja, kérem képviselőtársamat kész felnyitással szavazzanak most. Köszönöm szépen, egyhangú. Rátérnénk az első napi rendi pontunkra, megemlékezés a város napjáról, előadó polgármester. Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt képviselőtársaim! Városunk egyik jeles ünnepére hívtuk Önöket, hiszen településünk 1997. július 1-én kapott városi címet. Felső Zsolca várossá válásának 15. évfordulója van ma. Ünnep ez a nap, ünnepeljük Felső Zsolcát, amely életteret, nyugodt életkörülményeket biztosított számunkra. A városi ranga településé, Felső Zsolca lakóié, akik szorgalmas, törekvő, és értéket teremtő emberek.
A fiatalabb városok sorába tartozunk, de hagyományainkat és értékeinket régről hozzuk. A városi cím kötelez bennünket, hogy a megkezdett munkát továbbvigyük, erőinket a település javára fordítsuk, ugyanakkor kihívás is ez a rang, amelynek Felsőzsolca, bízom benne, hogy a jövőben is megfelel. Megjegyzem, hogy a várossá válni könnyebb volt, mint megfelelni a támasztott követelményeknek. Településünk, ahogy sok száz másik település is, nincs könnyű helyzetben. Változó közigazgatási rendszer megélői vagyunk. A hétköznapok nehéz döntései olykor komoly kihívás elé állítják önkormányzatunkat. Ez a település történelme során már sokszor bizonyította, hogy a legnehezebb helyzetekben is talpon tud maradni, hogy képes a megújulásra, a változásra. A várost vezetők egyik legfontosabb feladata a múltban és jelenben egyaránt, hogy a település érdekeit szem előtt tartva felelősséggel és tisztességgel hoznak döntést. Az összefogás, a közösség iránti elkötelezettség, az értékek tisztelete kell, hogy vezérelje minket. Az előttünk álló legfontosabb feladat a város gazdasági stabilitásának megteremtése, és bízom abban, hogy az egyháznak átadott oktatási intézmények, az elnyert uniós források, a gazdasági intézkedéseink, vagy a rendezvények háza működtetése érdekében tett lépéseink hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen céljaink megvalósuljanak. Ma a nehézségeink ellenére az ünnepi a főszerep. Ünnepeljük városunkat, azokat, akik városunk érdekében sokat tettek, a kitüntetetteket. Köszönöm mindenkinek a munkáját, akik céljaink megvalósításában közreműködnek. Kívánom, hogy Felsőzsolca város lakói büszkék legyenek a településünkre. Kívánok mindenki számára további kellemes és szép napot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük. Az előírásnak elegettéve újra megszavazhatom a napi rendeket, kérem képviselőtársaimat, akik a két napi renddel egyetértenek, kérem kész feljutással szavazzanak most. Egyhangú, köszönöm szépen. Rátérünk a második napi rendi pontunkra, kitüntető cím és kitüntető díj átadására. Felsőzsolca város képviselőtestülete 2012. június 13-án döntött a képviselőtestület által adományozható elismerésekről. Bejelentem, a Felsőzsolca város képviselőtestülete 2012 évben dr. Ternyák Csaba egriesek úr részére a város díszpolgára kitüntető címet adományozza. Érsek úr az ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, a kitüntetést az évnyitón fogja átvenni itt Felsőzsolcán. Kérem, hallgassuk meg dr. Ternyák Csaba méltatását. Dr. Ternyák Csaba egriesek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, az Egri Főegyházmegye 81. főpásztora. Fertő Szent Miklóson született 1953. december 4-én. A Győri Bencés Gimnáziumban érettségizett 1972-ben. Teológiai tanulmányait a Győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust szerzett. 1979. június 21-én pappá szentelték Győrbe. 1980-tól Győrött püspöki szertartó, majd titkár. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római, pápai magyar intézet rektoraként működött. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, amely tisztséget 10 évig látott el. 1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1997. december 11-én címzetes eminenciánói érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezték ki. A püspöki kongregáció konzultora, a kivándorlók és utazók lelkipásztori gondozásának pápai tanácsa, valamint a kultúra pápai tanácsának tagja volt. 16. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki az egrieseki tisztségre. Beiktatása az egri főszékes egyházban volt 2007. június 9-én. 2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke. Az egrieseki tisztség ellátásában az elődök munkáját megbecsülve annak folytatását tűzte ki célul. A munkát azonban nem csak folytatva, hanem állandóan megújulva, a régi gyökerekből táplálkozva kívánta tisztségét ellátni, nyilatkozta érseki kinevezése kapcsán. Hivatása során azonban soha nem feledkezett meg a rászorulók segítéséről, a bajba jutott emberek támogatásáról, az összefogás fontosságáról. A városunkat ért 2010. évi katasztrófa után első között kezdett bele érsek úr a segítségnyújtás megszervezésébe, később koordinálásába. A katolikus karitász révén az első perctől kezdve segítette a rászorulókat segélyadományok gyűjtésével, a bajba jutott emberek támogatására, pénzadományok fogadására bankszámlát nyitott, ahová a lakosság és egyéb szervezetek eljuttathatták nagylelkű felajánlásaikat. Később ebből az összegből városunkat 156 család házát újították fel, hozzájárulva ahhoz, hogy újra emberhez méltó körülmények között tudjanak élni. Mindezek mellett később sem feledkeztek meg a családokról, hiszen karácsonyi ajándékokkal, téli tüzelőkkel igyekeztek enyhíteni a bajba jutott emberek sorsán. Az anyagi létmegteremtése mellett hangsúlyt igyekezett helyezni a lelki támaszra, a közösségi lét formálására is. Ezen értékek mentén haladva, városunkban aktív közreműködésének köszönhetően egy vallásos szellemiségű intézmény kezdi meg működését szeptembertől. Köszönöm szépen! Bejelentem, hogy Felsőzsolca város képviselőtestülete 2012 évben Domonkos Gézáné részére Pro Urbe kitüntető címet adományozza. Felkérem Domonkos Gézánét és férjét, legyenek szívesek ide kifáradni, és vegyék át a kitüntetést.
Domonkos Gézáné méltatását felolvassa dr. Szikszai Judit kolléganőnk. Domonkos Gézáné, Kádár Jolán Katalin belső elnöke. Ungán született, ahol általános iskolai tanulmányait végezte. 1971-ben szerzett diplomát a pénzügyi és számviteli főiskolán. 1991-ben adótanácsadói szakvizsgát tett, majd 2000-ben minősítési belső auditor tanfolyamot végzett el. 2001-ben az MSZSZ Borsod-Abaúj-Szentpén megyei szervezete szervezésében pénzügyi számviteli szakellenőr tanfolyamot tett. 1966. augusztus 1-én kezdett dolgozni az Ongai Állami Gazdaságban pénzügyi előadóként, statisztikusként, könyvelőként. 1972. szeptember 1-től 1979. november 15-ig Felsőzsolcán az alsófokú gondnokságnál gazdasági feladatokat látott el. 1979. november 16-ától 1987. április 15-ig Nagyközségi Tanács Felsőzsolca GAMESZ vezetője volt. 1987. április 16-ától 1988. július 31-ig Miskolc Városi Tanács VB Műszaki Ellátó Szervezeténél volt gazdasági igazgató, majd a Miskolci Gyermekvárosnál gazdasági igazgató. 1997-től Felsőzsolca Város Polgármester Hivatalában belső ellenőr. Felsőzsolcai tevékenykedését 1972-ben kezdte el az alsófokú gondnokságnál, majd rövid időn belül a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet vezetője lett. Ezen szervezet kialakítása, amely ma is ebben a formában látja át feladatát, az ő nevéhez fűződik. A városüzemeltetési, közvetkeztetési, lakásgazdálkodási, szállítási, az önkormányzati intézmények karbantartási, részben önálló intézmények könyvelését, pénzügyi szolgáltatásait irányította 8 éven át. A Miskolcon eltöltött évek alatt is szoros kapcsolat fűzte Felsőzsolcához, az önkormányzat pénzügyi bizottságának aktív tagja volt, a város gazdálkodását folyamatosan figyelemmel kísérte. Belső ellenőrként tett megállapításaival, jelentéseivel, vezetőknek tett ajánlásaival nagymértékben hozzájárult a gazdálkodási rend fegyelem betartásához és betartatásához. A gazdálkodásban a biztonságra való törekvést, a megfontoltság, az észszerű takarékosságra való törekvés jellemző. Az eltelt évek tervszerű gazdálkodásának eredményeként létrejött magas szintű infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése mellett tovább folyik a település fejlesztése. A rendelkezésre álló pénzeszközöket a vezetés pályázati úton is igyekszik kielégíteni. Ezen pályázatok megírásában, menedzselésében évek óta sikeresen részt vesz. A beruházásoknál a gazdaságosságot, a település arculatának kedvező alakítását, a lakosság közérzetének javítását tartja szem előtt. 2000-ben megbízást kapott Felsőzsolca város polgármesteri hivatala rendszeres belső minőségügyi felülvizsgálatának elvégzésére. 2003-ban sikeres vizsgát tett minőségirányítási alapelvek értelmezése és alkalmazása, belső auditori szabványismeret és auditori készségek fejlesztése című tanfolyamon. A Felsőzsolca érdekében kifejtett 40 éves közszolgálati tevékenysége nagy szerepet játszott a város fejlődésében, törekvése, kitartó munkája példaképként szolgál a kollégái számára. 2008 évben a közszolgálatáért érdemilyen ezüst fokozata állami elismerésben részesült. Géza, neked pedig szintén gratulálok, hogy jelenesen lehetőzött a diákjánkat van. Köszönöm. És szorgalmasan voltak, ha jól tudom. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves kollégáim! Nem titkolom, nagyon meglepett az a rangos elismerés. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik
erre a felismerésre engem méltónak érdemesnek találtam. Mint a méltatásból is hallottuk, nagyon hosszú időt töltöttem napes szolgálatában, 40 évet, ebből 30 évet felsőbbnöki szolgálatában, és nem titkolom, nagyon örülök ennek az elismerésnek. Úgy érzem, hogy visszajelzés arra a 30 évre, amit felsőbbnöki szolgálatában töltöttem. Én szeretném megköszönni most mindazoknak, akik a hosszú pályán során, itt a pályán végül felé közeledvén köszönöm meg, hogy engem segítettek a munkámban. Köszönöm vezetőimnek, munkatársaimnak, köszönöm a családomnak a segítségért, a támogatásért, a toleranciáért. Most pedig szeretném azt kívánni minden munkatársamnak, hogy közelről érintse meg őket is az az érzés, amelyeket én most átélek. Köszönöm szépen! Bejelentem, hogy Felsőoca város képviselőtestülete 2012 évben Puc József részére a közösségi munkáért díjat adományozza. Felkérem igazgató urat, kitüntetését vegye át, fáradjanak ide ki mind a ketten. Puc József méltatását dr. Szitkai Judit fogja felolvasni. Puc József a Felsőoktatási Közös Igazgatási Közoktatási Intézmény megbízott igazgatója. Dorogon született. 1985-től így dolgozik Felsőoktatásnál. A tanítást a második számú általános iskolában magyar történelem szakos tanárként kezdte. Az iskola vezetési és kollégái támogatásának köszönhetően megválasztották a társadalomtudományi munkaközösség vezetőjének, majd a pedagógus szakszervezet iskolai titkára lett. A tanításon túl nagy gondot fordított a tanítványai szabad idejének hasznos kitöltésére. Aktívan részt vett az iskolai rendezvények, versenyek, vetélkedő szervezésében. Osztályfőnökként elsőrendű feladatának tartotta a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, a pedagógiai értékek közvetítésére. Tanítványai eredményesen szerepeltek a körzeti és megyei tanulmányi versenyeken. 1994-től az ANK megalakulásáig a Kazinczy Ferenc általános iskolai igazgatójaként a szülői elvárásoknak megfelelően kollégái segítségével gyermekközpontú iskolát alakított ki. Igazgatósággal testnevelés és angol tagozat zeneiskola indult, mely nagy mértékben növelte az iskola vonzereit. Történelem szakos tanárként fontosnak tartotta, hogy a tanulók megismerjék lakóhelyük, szülőföldjük történelmét. 1996-ban Zsíros Sándor helytörténésszel együtt összeállította Felsőzsolca múltját bemutató segédkönyvet Szülőföldünk Felsőzsolca címmel, melyet az iskolai oktatásban használnak a pedagógusok és a tanulók a történelem, magyar és osztályfőnöki órákon. A Felsőzsolcai közoktatási ellátási körzet megalakulásakor a magyar történelem szakos tanárok munkáját segítő humán szakmai munkaközösség vezetője lett. Továbbképzések, versenyek, vetélkedők szervezésével segítette a munkaközösség tagjainak munkáját. 2001-ben az Általános Művelődési Központ létrejöttekor az ANK általános igazgató helyettese lett. Pedagógiai és vezetői munkáját azóta is töretlen lelkesedéssel végzi. Az ANK közművelődési és közművelődési intézményegység által rendezett kiállítások, rendezvények aktív szervezője, segítője. Az ANK szakmai munkacsoportjainak koordinálásával, irányításával nagy mértékben hozzájárult az ANK szellemiségének kialakításához. Munkásságának elismeréseként 2004-ben a város pedagógiai díját vehette át. Szakmai munkája mellett városunk képviselőtestületében is aktívan dolgozott 2002-től 2010-ig. 2002 és 2006 között az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági, valamint az Ügyrendi Bizottság tagja volt, majd 2006 és 2010 között az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöki tisztségét látta el. Puc József alapító tagja, elnöke a 2003-ban megalakult Szatmári Király Ádám Kulturális Egyesületnek. A civil szervezet munkájában azóta is folyamatosan részt vesz, ápolva a Szatmári Király család és annak egyik kiemelkedő tagjának munkásságát.
Az Egyesület mindezek mellett tagjai közéleti és kulturális életében is aktívan részt vesz. Az ÁRK megszűnése után 2011. augusztusától a képviselőtestület által létrehozott új intézmény, a Felsőzsolcai Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény megbízott igazgatójaként a működéssel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok ellátását vállalta el, amit mind a mai napig lelkiismeretesen végez. Husz József a város közoktatásáért, fejlesztéséért hosszú évek óta eredményes munkát végez, a városi rendezvények szervezésében is aktívan közreműködik. Tisztelt képviselőtestületi tagok, tisztelt meghívott vendégek. Nagyon sokat beszéltem már ebben a teremben, nagyon sokszor álltam fel és kértem szót, most mégis nehezen találom a szavakat. Először hadd mondjak köszönetet annak, aki gondolt rám, aki javaslatot tett arra, hogy erre a díjra én méltó vagyok. Ez a képviselőtestület. Másodszorban köszönöm a képviselőtestületnek, hogy ebben a díjban részesített. Nagyon nagy meglepetés volt számomra. Egy évvel ezelőtt, megmondom őszintén, elképzelhetetlen volt számomra. Nagyon sokan vannak ebben a teremben, akivel én együtt dolgozom, nagyon sokan segítették a munkámat. Szívből köszönöm az elmúlt egy évben, illetve az elmúlt években, hogy mindig a támaszaim, mindig a segítőim voltak. Köszönöm nekik, hogy bármilyen problémával fordulhattam hozzájuk, segítségemre voltak. És végül, és nem is utolsó sorban, talán velük kellett volna kezdeni, a családomnak mondok köszönetet, hiszen valóban, ahogy a polgármester előbb mondta, nagyon sokat voltam távol a családomtól, feleségem pedagógus, lányaim az iskolában tanultak. Tudják, hogy egy igazgatónak, egy iskolavezetőnek milyen feladatai vannak, természetesen nekik is szívből köszönöm, hogy segítették a munkámat. A jövő nagy változáshoz számunkra Felsőzsolca város közoktatása gyökeresen átszerveződik. Én szeretném jövőben is úgy végezni a munkámat, hogy ez Felsőzsolca város fejlődését szolgálja. Még egyszer köszönöm a kitüntetést. Hevesvári Melitta részére pedagógiai díjat adományozza. Felkérem Molnárné Hevesvári Melittát, hogy kísérőjével együtt legyenek szívesek kifáradni. Méltatását felolvasa dr. Szikszai Judit kolléganőnk. Molnárné Hevesvári Melitta zenetanár 1994-től a zeneiskola megalakulása óta dolgozik Felsőzsolcán. 2003-tól a Zeneiskola intézményegységvezetője. Zenetanárként, intézményegységvezetőként munkájában nagymértékben hozzájárult a zeneiskola létrejöttéhez, folyamatos fejlesztéséhez. Munkáját a növendékek szeretete, a szülőkkel, kollégákkal kialakított jó együttműködés, a pontos, magas színvonalú munkavégzés jellemzi. Irányítása alatt folyamatosan fejlődött az iskola. A növendékek közül egyre többen értek el kimagasló eredményeket területi, megyei és országos zenei versenyeken. Kezdeményezésére 2003-ban megalakult a Zeneiskola Fúgós Zenekara.
2005-ben közleműködésével jött létre a Zeneiskola Sajó Vámosi tagozata. Nevéhez fűződik a Muzsika Völgye találkozó létrehozása, jubileumi koncert szervezése, kiszenész külön díj létrehozása, nyári zenei táborok szervezése, zeneobodai foglalkozások beindítása, szakmai csoportok létrehozása a zeneiskolában. Aktívan részt vett a zeneiskola pályázatainak megírásában, rendezvényeinek szervezésében, a szülői szervezet tevékenységének segítésében, művészeti iskolákkal való kapcsolatok kiépítésében, fenntartásában. Vezetésével a zeneiskolai koncertek, hangversenyek Felső Zsolca kulturális életének fontos részévé váltak. A hagyományos karácsonyi koncerteken, növendékhangversenyeken, tanári koncerteken, fúvószenekari fellépéseken, tanszaki meghallgatásokon nagy számban jelentek meg a felső zsolcai polgárok, és elismerőleg szóltak a zeneiskola munkájáról. 2007-ben a Felső Zsolcai Zeneiskola kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet kapott. Molnár Vespári Melitta vezetői munkájával nagy mértékben hozzájárult a cím megszerzéséhez. Az intézmény vezetés az elmúlt években Molnár Vespári Melitta munkavégzését kiválóra minősítette. Nagyra értékelte az óvodákkal, általános iskolával kialakított példamutató együttműködését, az intézmény fejlesztés érdekében végzett munkáját. Az igazgató tanács egyhangulag javasolta Molnár Vespári Melitta kiemelkedő szakmai, vezetői munkájának elismeréséül 2012-ben pedagógiai díj adományozását. Kiváló szakmai munkát végezhessünk zeneiskolánkban. 30 éves zenepedagógusi munkám és 10 éves zenei vezetői pályafutásom során számomra mindig nagyon fontos érték volt az, hogy a gyerekek számára valami olyan lehetőséget nyújthassunk, amivel az ő életük és a személyiségük fejlődhet, és egy szebb és egy tartalmasabb életet élhessenek felnőttként is. Én úgy gondolom, hogy ebben óriási mértékben volt szerepük a kiváló zene tanár kollégáimnak, a szülők támogatásának, a gyerekek csillogó szemének és annak a tartalmas zenei munkának, amit együtt végezhettünk. Én külön megköszönöm ezt a megtiszteltetést és azt, hogy az önkormányzat mindazok ellenére, hogy nehéz a gazdasági helyzet, és nem önként vállalt, feladatként felvállalta a zeneiskolánk működtetését. Én külön köszönöm önöknek, hogy megmaradtunk, létezhettünk 18 éven keresztül, és én úgy gondolom, hogy továbbra is szeretnénk ezt a tartalmas, igényes munkát végezni, hogy mindenki örömét legyen, és büszke lehessen egész Felső Zsolta város lakossága. Köszönöm önöknek! Én pedig köszönöm képviselőtársaimnak, hogy erre a boldog napra lehetőséget adtak, hogy megtörténjen. Hello. Hello.
Az ülést bezárom, véget ért az ünnepülésünk, és megkérem a jelenlevőket, képviselőtársaimat, vendégeinket, kitüntetetteket, hogy fogadjanak el egy pohár pezsgőt, amit örömmel ad a képviselőtestület. Kitüntetettek, és mindannyiunk egészségére gratulálok nekik. Kedves egészségére! A jubileumi városnapok záró akkordjaként Kupcsik Adrián kiállítása nyílt meg a Bárcai Kastély földszinti kiállító termében. A miskolci születésű alkotó Árvíz Ihlette tárlatán a portrék között zsolcai arcokat is láthat a közönség. Fotókat idéző festmények, sci-fi fantáziájú grafikák, röviden így jellemezhető Kupcsik Adrián kiállítása. A tárlaton az árvízkárosultak nagyon is valós, festett, színes portréi köszönnek vissza a falakról. Mellettük pedig az avantgárd építészeket is zavarba hozó ötletek árvízbiztos házakra.
az alkotó sem tagadja, nem megépíthető házak, inkább képzőművészeti eszközökkel megfogalmazott lakhatási megoldások ezek. Napról napra követtem végig a két évvel ezelőtti árvízi történeteket, és festőként gondoltam, hogy van ehhez kapcsolódóan mondani való, és még mindig festőként azt gondoltam, hogy szóval festészet, meg művészet, meg kreativitás, stb. Tehát ebben az összefüggésben kitaláltam olyan épületeket, amik mondjuk árvízbiztosak lehetnek. De ez nem azt jelenti, hogy én konkurálni szeretnék építészekkel, mert nincsenek olyan jó ötleteim, nem értek a statikához, stb. Tehát az alapötletnek, az egész kiállításnak az volt, nem is az alapötlet, hanem az indító, az inspiráció, hogy olyan épületeket találok ki. De amikor az épületekből, ezekből a fantázia épületekből, amik ilyen-olyan módon az árvízzel kapcsolatos biztosítékokat, vagy megoldásokat kínálják, akkor észrevettem, hogy azért ez eléggé személytelen, ez az egész dolog. Tehát lehet, hogy én ezzel el kreatívkodok, de azért emögött emberi tragédiák vannak, drámák vannak. Úgyhogy mint kiállítás, mint képzőművészeti produkció, ez így tulajdonképpen önmagában kevés. És hát művész kollégákkal is, meg művészeti szakemberekkel is beszélgettem erről, és tényleg arra jutottunk azon a ponton, hogy ez így önmagában ezt nem szabad megmutatni. És akkor én már benne voltam egy ilyen kísérleti fázisban, ami portrékkal volt kapcsolatos, és jött az egyszerű ötlet, hogy a portrék. Tehát azokról, akiket ténylegesen érintett ez a tragédia. És aztán ezt a két anyagot, elkészültek a portrék, hát sajnos nem túl sok, 13 van, de nagyjából reprezentálja az én attitűdömet ehhez a dologhoz. És akkor már arra gondoltam, hogy ezt a kettőt össze lehet fésülni, tehát a fantázia, a fikció és a valóság. Tehát nagyjából ez a két alapötlet határozza meg ennek a kiállításnak az arculatát. A kiállítás a maga nemében egyedi és épp oly groteszk, mint művészi látásmódot tükröző. Kupcsik Adrián festményei alapvetően a realizmus fogalom körében értelmezhetők, de bizonyos tradicionális szabályok elvetésével, új és alternatív lehetőségek kidolgozásával. Képein az ábrázolt tárgyak például nem követik a centrális perspektíva szabályait, munkáinak szembetűnő jellegzetessége mégis maga a térélmény. Jó indulat vagy rossz indulat kérdése, hogy ezt hogyan címkézzük, ezt a kiállítást. Tehát én abszolút jó indulatúan és pozitívan álltam hozzá, de észrevettem benne a lehetőséget, hogy tehát van benne egy ilyen lehetőség, ha akarom, akkor rossz indulat és akkor poénkodás. De én azt gondolom, hogy eléggé őszintén utána jártam, tehát én voltam itt, a portrékon szereplőkkel ténylegesen beszélgettem, elég sok embernek meghallgattam a személyes történetét, és ez eléggé megérintett. Úgyhogy azt gondolom, hogy én eleget tettem annak, hogy ez ne katasztrófa turizmusnak legyen apostrofálható. Thank you.
A jogász, gépész, zenész végzős hallgató diplomaosztó ünnepségével zárult a 2011-2012-es tanév a Miskolci Egyetemen. A vidék legnagyobb univerzitásán több százan vehették át alap- és mesterképzésben abszolvált diplomájukat. Idén is több zsolcai egyetemista fejezte be tanulmányait a Miskolci Egyetemen. Közel 200 bringás részvételével rendezték meg a múlt héten városunkban az idei kerékpáros időfutamországos bajnokságot. 14 kategóriában három távon mérték összetudásukat az országúti kerekesek. A férfiaknál Fejes Gábor, a nőknél Zelinka Gabriella nyerte az országúti kerékpárosok Felsőzsolcán rendezett országos időfutam bajnokságát. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Ez egy országos bajnokság, és ez az egyik legfontosabb verseny. Itt van mindenki, Szeged, Szekszártól, Tamásitól, mindenhol, ahol csak van létezik, és a profi licencversenyzők mellette amatőröknek is van, majdnem minden kategória amatőröknek, itt majdnem 200 induló van, nagyon nagy létszám, látszik is, hogy nagyon tetszett nekik, mert 2009-ben akkor nagyon dicsérték a Felsőzsolcán, mert zuhányzó WC van hely, hol beparkolni, lakosság is, és megérte, hogy van itt egy ilyen versenyrendezvény, és akkor együtt dolgozva. 2009 nagyon sikeres rendezés volt, és most megújult Felsőzsolcán, úgy gondoltuk, hogy újra jelentkezünk. A városvezetés tetszett az ötlete, és időpont is megfelelt tökéletesen, mert a város napja is most pont beleélünk ebbe a programba, ami gondolom lesz itt rajtunk kívülük, még rengeteg program lesz, és úgy gondoltuk, hogy visszajövünk ide. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Kelly Duers 1.905-ös, Shimano 105-ös felszereltséggel. Tavaly kaptam, és nagyon jó karbonváza van, és Mavic Sirium Elite kerékkel van felszerelve, ami már lapított küldés. Hát kb. 9,5 kg, hát szerintem nagyon jó. Hát, mennyibe kerül egy ilyen kerékpár? Hát olyan, ezzel a kerékkel együtt olyan 500 000 körül van. Hát az érdekessége, mondjuk az átlagosan profi bicikli az olyan 1,5 millió forint. Van, aki itt is képes megvenni ilyen, van itt is Magyarországon olyan, akinek ilyen biciklivel megy, pláne időfutámra a speciális bicikli, ott könnyöklő ez az, kerékek, váz, meg minden, és van ilyen, a nem olcsóbb ez a sportág. Hát mi van még érdekessége, hogy elég jó átlag mennek, 2009, ha jól emlékszem, ott is 42 perc alatt 32 km meg volt a Gádor Ridának, aki jobb bajnak lett. És most az idő jó, itt mindenki azt mondta, hogy kanikula ez az, most elég jó az idő, annyira meleg nincs, mint jósoltak, hogy itt 40 fok meg minden, és mindenki velünk van fönt is. A versenyen ott van egy ilyen hajtóerő, hogy nyerni kell, és sok ellenfél van, hogyha van, mert ebben a korcsoportban én vagyok, most szerencsére sokan vagyunk, de vannak ilyen kisebb versenyek, ott kevesebben, és nagyon jó. Nyugaton nagyon népszerű, Magyarországon is egyre több kerékpár program. Mi nem csak a kerékpár versenyszervezésre foglalkozunk, hanem van ilyen közlekedési biztonságos is kerékpáros program, ami szoktunk csinálni. Összel is lesz egy ilyen itt a környéken is, egy valamelyik iskolánál, még nem tudunk pontosan melyik. Azzal a lakókocsival jöttem Németországból, mert én sponzorálom a
Vinibike együttes a csapatot Nyíregyházán, de nem indulok el azért, mert nem értek egyet a rendezéssel, mert 50 évestől indul a csoport, én meg 70 éves vagyok, általában 60-tól szét szokták szedni a korosztályokat, azt mondták, ők nem szedik szét, akkor mondtam, akkor így nem indulok el. Lebiciklizek egy 50-60 kilométert, majd valamerre erre. Mert azért jöttem, élvezem a kerékpározást korom ellenére, de ezzel nem értettem egyet. Miért jó a kerékpározás? Egészséges. Én élő példa, 69 elmúltam, beteg még nem voltam, szívinfarktusom volt tavaly, de két hét múlva már Encsen versenyeztem. 12 évesek és gyerekek nagyon szép biciklivel, profi ruhával már indulnak. A legidősebb az szerintem 81 éves Fábri Ferenc, Miskolci VSC versenyző, aki gondolom ő a legidősebb. Hát a véremben van a kerékpár, a Isten őriz. Ide se lett volna szájönnöm. Tréningeztem, együtt hajtottunk, hát eljövök, az biciklizek egyet. Jó edzés lesz. Egyébként semmi különösebb, mert az olimpiára már nem készülök. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. A városnapi programsorozat részeként a zsolcai képzőművész dinasztia alkotásaiból nyílt tárlat a Bárcai kastély emeleti kiállító termében. A Barna család olajfestményeit, Tiffany üvegdísztárgyait, kovácsolt vasból készült alkotásait láthatja a közönség. A tárlatról és a család képzőművészeiről jövő heti adásunkban láthatnak hosszabb riportot. Önök a Közelképet, televíziónk heti közéleti magazin műsorát látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!